Mutatom, hogy tudsz otthon különböző árnyalatú rózsokat készíteni. Ha vannak olyan rózsaid, amik már majdnem elfogytak, ne dobd ki őket. Egy kisebb edénybe kapard őket bele, adj hozzá egy teáskanál kókuszolajat, egy-két teáskanál kakaóvajat, néhány csepp grapefruit olajat, ez elhagyható, és ha dúsabb ajkakat szeretnél, akkor mehet bele néhány csepp borsmentaolaj is. Az alapanyagokat ebben a tüzálló edényben alacsony lángon összekeverjük és összeolvasszuk, ezután pedig óvatosan beleöntjük a rúzs adagolónkba. Először csak egy pár cseppet öntsünk az aljára, és utána tekerjük le teljesen ezeket a rúzs adagolókat, majd ezután óvatosan lassan öntsük fel teljesen. Elég gyorsan dermed, de azért tegyük be hűtőbe, egy-két órára, és utána leellenőrizhetjük. Annyira gyönyörű, ilyen csillogó, burgundi színeket kaptam, egyébként ez kimondottan az én kedvenc árnyalatom, de nyilván lehet a színekkel tovább kísérletezni, lehet akár rózsaszínt vagy barnásabb árnyalatokat is eredményezni. Ha kevésbé pigmentált árnyalatot szeretnétek elérni, akkor kevesebb rúst adjatok hozzá, és több kakaóvajat vagy kókuszolajat. Nekem az volt a célom, hogy az összes maradék rúst elhasználjam, így ne vesszen kárba. Ilyen lett az árnyalat az ajkamon, nekem nagyon tetszik. Írjátok meg kommentben, ha kipróbáltátok. Én már nem először alkalmaztam ezt a módszert, legutóbb is készítettem már rúst, akkor egy picit más árnyalatok jöttek létre, mindjárt mutatom azt is. Ilyen rózsaszínes árnyalatok keletkeztek, és ezeket is nagyon szeretem. Ha krémesebb hidratáló textúrát szeretnétek létrehozni, akkor több kókuszolajat kell bele tenni, tehettek bele pár csepp mézet is, de akkor a nyári időszakban ez könnyebben megolvad. Ha viszont több kakaóvajat tesztek hozzá, akkor tömörebb lesz.